hamarosan tárgyaló asztalhoz ülhet az öt legnagyobb atomhatalom. Aztán a német hírszerzés szerint Moszkva összecsapásra készülhet a NATO-val. És hétfőn megkezdődött a NATO taktikai nukleáris hadgyakorlata Európában. Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Üdvözlöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok, ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Csizmadia Tamás jogász szakértő. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük a meghívást. Kezdjük azzal az adást, hogy soha nem jelent jót, hogyha atomhatalmak találkozóra hívják egymást. Hamarosan összeül az öt legnagyobb atomfegyverrel rendelkező állam képviselete az oroszok szerint. Szergej Rjabkov, orosz külügyminiszter helyettes múlt csütörtökön azt nyilatkozta, hogy két héten belül találkozót tart az öt legnagyobb atomfegyverrel rendelkező ország New Yorkban. Oroszország, az Egyesült Államok, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság mindannyian nukleáris fegyverrel rendelkező államok és az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjai vesznek részt a bejelentett találkozón. Rjabkov nem közölt konkrét időpontot és azt sem határozta meg, hogy a találkozóra milyen szintű képviselettel kerül sor. Az úgynevezett ötök 2022. januárjában, hetekkel az ukrajnai háború kitörése előtt közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben kijelentették, hogy a nukleáris hatalmak közötti háború elkerülését és a stratégiai kockázatok csökkentését tartják elsődleges prioritásnak. Megerősítjük, hogy a nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni, fogadták meg akkor. A találkozó most azért lehet jelentős, mert az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen megnőtt a nukleáris feszültség Oroszország és a Nyugat között, és komoly fegyverkezés zajlik a SIPRI, a Stockholmi Békekutató Intézet adatai szerint. Tegnap épp a nukleáris feszültség miatt Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy tárgyalnának Oroszországgal a nukleáris biztonság kérdéséről. Azonban Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanácselnök az X-en közzétett egy posztot, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, elzárkózott előle. Vajon miért? Pedig milyen jó lenne, hogyha tárgyalnának pontosan ezekről a kérdésekről, hiszen az elmúlt egy-két évben azért lényegesen többet hallottunk atomeszközök alkalmazásáról, mint az előtte lévő mondjuk 15-20 év alatt. Hidegháború alatt ugyan szóba került, de ennyit nem beszéltek róla, mint mostanában. Na most, hogy mit akarnak ezzel az oroszok? Nyilván Oroszország jelenleg abban a helyzetben van, hogy nem biztos, hogy ha engedményt tenne, az a jelenlegi helyzetben jó lenne számára. Ennek tulajdonítható az, hogy a Medvegyev kijelentése az nem kifejezetten abban az irányban mutat, amit az öt nagyhatalom vezetői tesznek. Hát remélem, hogy nem ez az igazi, és itt elsősorban az, hogy újból szabályozni kellene a nukleáris eszközök használatát, meg kellene állapodni abban, hogy ki milyen kísérleteket hagyott végre. Hát emlékszünk a SALT egy megállapodásra, SALT 2 start megállapodásokra. Ezek már jelenleg nincsenek, tehát nagyon helyes lenne, hogyha ebben a kérdésben tárgyalnának. Sajnálatos dolog, hogy a Medvegyev nem ilyen irányban foglalt állást. Hát gondolom, hogy neki is megmondták, hogy mit kell mondani. Nem biztos, hogy saját kutfővő, bár ő szokott időnként van dolgokat mondani, de merem remélni, hogy nem ez a valós álláspont az Oroszországi Föderáció részére, mert mint ahogy elhangzott a ötök tanácskozásán, elmondták, hogy egy atomháborúnak nem lehet nyertese, nem lehet győztese, csak vesztese. De akkor mit vetít ez előre? Tehát mire tudnak jutni a tárgyaló felek ezen az ötök nukleáris találkozóján, hogyha Biden amerikai elnök tárgyalna, Medvegyevék meg azt mondják, hogy mi meg nem? Hát azt azért ismerjük, hogy az orosz politikának, vagy az orosz diplomáciának van ez a klasszikus metódus rendszere, amikor először nagyon oda csapnak az asztalra, és akkor utána nyilván kérnek valamit azért, hogy egy kicsit enyhüljenek az álláspontokban, legyenek valamilyen engedményeik. De ez az egyik kérdés, a másik, hogy mit tud alapvetően biztosítani egy ilyen doktrína. Hát a nagy alapelvek tekintetében biztos hatalmas egyetértés van. Tehát az, hogy az atomháborút el kell kerülni, meg az, hogy tulajdonképpen ennek nyertese nem tud lenni, valószínűleg ezt értelmes ember nem tudja tagadni. Az, ami viszont ebben a tekintetben érdemes,
vagy kérdés, ez nagyjából az előző, ahogy az ezredes úr mondta, előző egyezményeknek tulajdonképpen a megismétléséről lehetne szó, bizonyos tekintetben, bizonyos engedményekkel, tekintettel arra, hogy alapvetően ezeket az egyezményeket, ezeknek az egyezményeknek a megújításáról lehetne majd valamikor szó bizonyos engedmények után. Nyilván azt gondolják a felek, hogyha megkérdezik őket, hogy akartok-e atomháborúzni, akkor azt mondják, hogy nem, ezt el kell kerülni, csak a probléma az, hogy több mint 2,5 éve zajlik egy orosz-ukrán háború, Ukrajna mögött ott a nyugat, szemben ott van Oroszország, és ez okozza a feszültséget, ráadásul Putyin nemrég módosította az orosz nukleáris doktrinát, amire eddig nem volt példa, Moszkva megállapodást kötött Fehér Oroszországgal, és felfegyverezte taktikai atommal lényegében Belaruszt. Tehát ez minden csak nem abba az irányba mutat, hogy itt bármiféle leszerelés vagy megegyezés lesz. Sajnos ez így van, ezzel egyet kell, hogy értsek. Tehát egy időben, amikor azt mondják, hogy ha Oroszország végveszélyben van, ugye ez az eredeti doktrinának az alapja, akkor használhatja az atomeszközt, ez benne van a doktrinájukban, és ennek van egy nyilvános és egy nem nyilvános része. Hát a nyilvános része az ismert, nem nyilvánosból sokat nem tudunk, de az, hogy ha olyan erőkkel támadják Oroszországi Federációt, amikről itt a orosz-ukrán konfliktusban esetleg lehet szó, és ekkor alkalmaznak, mint amit Putyin mondott, a nagyon szükséges atomeszköz, akkor ez nem jó jel, mert ez azt jelenti, hogy az a eredeti orosz stratégia felpuhult, és most már olyanokat mondanak, amire nyilván a nyugatnak is reagálni kell, és reagálni is. Elképzelhető, hogy ennek is tulajdonítható ez, hogy az öt nagy hatalom, és nem véletlen, hogy az ENSZ biztonsági tanácsállandó tagjairól van szó egyben, akik ebben a témában összülnek, hiszen ők határozzák meg a többit. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy azért az öt nagyhatalmon kívül még vannak olyan országok, akik rendelkeznek atomeszközzel, és hallunk időnként ezekről is. Hát itt Indiára gondolok, Pakisztánra gondolok, Dél-Koreára gondolok, ezek nem foglaltak állást. Igen, ezt akartam épp kérdezni, hogy milyen szintű fegyverkezés zajlik most ezekben az országokban, Indiában, Pakisztánban. Ez azért nem mindegy, mert itt szemben állnak ezek a blokkok, így van a BRICS, szemben a NATO hatalmak. Hol tartanak? Így van, tehát egy NATO, illetve egy oroszországi szembenállásunk kívül még lehet egy harmadik világ országainak szembenállása, és az a kérdés az, hogy ki mellé sorakoznak föl. Amerikaiak mellé, vagy mondjuk netalántán a kínaiak, illetve az oroszok mellé, hát ezért is folyik az egyezkedés ebben a témában. Ez is közeledszik abban, hogy ezek a korábban kötött megállapodások gyakorlatilag érvényüket vesztették, vagy legalábbis hallgatólag erről, hát lehet, hogy vannak titkos megállapodások, de azok nem ismertek, és nem nagyon beszélnek róla, de szép csendben fejleszgetik az eszközöket. Tehát India is, Kína is, Kína a másik csoportba tartozik, de azt lehet látni, hogy Pakisztán esetében is találkoztatunk ilyenek, és ott van az iráni kérdés, ami majdnem eléri már ők már majdnem tisztaságot, majdnem, hát reméljük, hogy nem lesz, szerintem nem lesz, mert eljutnának arra a pontra, hogy bevethető atomfegyverrel rendelkeznek, akkor Izrael lebombázná. Hát ebből nagy titkot nem csinálnak az izraeliek, azt mondták, hogy azt nem lehet megengedni, hogy Iránnak atomfegyverrel. Tehát ebben az esetben az amerikaiak, ha mögéjük állnak, ha nem, ők lépni fognak. Hogy aztán majd közben beavatkozik az Egyesült Államok, az egy másik kérdés, de Izrael tuti, hogy nem fogja megengedni azt, hogy Iránnak atombombája legyen. Tehát mielőtt arra a pontra jutnának, hogy atomkísérlet, mert ugye akkor lehet mondani egy országnak, hogy van atombombája, kísérletet hajtottak végre. Arról már nem is beszélünk, hogy a kísérletre vonatkozóak is különböző megállapodások vannak. De én nem hiszem el, hogy Irán el tud jutni arra a szintre, hogy rendelkezzen bevethető atombombával. De akkor ki lehet azt jelenteni, hogy bármiről is tárgyalnak egy ilyen ötök találkozóján a legnagyobb atomhatalmak, az adott háborús helyzet pillanat fogja azt eldönteni, hogy valakinek megremeg-e az ujja azon a bizonyos piros gombon, és megnyomja-e? Hát azért, Istennek hála, azért annyira nagyon közel nem vagyunk, hogy a piros gomb közelében legyenek azok az ujjak. Legalábbis a jele, tehát hogy ennél az öt
atomhatalom. Hát ha megszorítják Oroszországot, amiről ezredes úr beszélt például. Egy Irán sokkal veszélyesebb egyébként ilyen tekintetben. Tehát hogy az a helyzet, hogy ez politikai stabilitás kérdése, katonai stabilitás kérdése, katonai erő potenciál, stb. Kérdése. Oroszország nagyon komolyan módosított, tehát azért valóban felpuhított ezt a bizonyos nukleáris doktrinát. De azért az a fajta fenyegetés, ami ezekben úgymond elég tág vonalak között föl van vázolva ezekben a dokumentumokban, az nem éri Oroszországot. Tehát, hogy az persze nyilván valamilyen messze távoli jövőben semmi nem kizárható, de Oroszország tekintetében azért ezek a nukleáris kérdések inkább, legalábbis most ebben a pillanatban azt lehet mondani, hogy inkább politikai jellegű vagy diplomáciai jellegű nyilatkozatokban testesülnek meg. Irán ebből a szempontból azért veszélyesebb, mert Iránban sosem tudni, hogy tulajdonképpen mi történik, ezért ebből a szempontból inkább Iránnak kell foglalkoznia, egyébként a nemzetközi közösségnek, és azt hiszem, hogy ebben részben még az oroszok is egyetértenek. A német titkosszolgálat jelentése szerint sötét fellegek gyülekeznek az égen. Oroszország katonai összecsapásra készül a NATO-val a német titkosszolgálat jelentése szerint. A Kreml ellenségként tekint a nyugatra, így Németországra is, közölte a német szövetségi hírszerző szolgálat vezetője. Az orosz fegyveres erők legkésőbb az évtized végére képesek lesznek támadást indítani a NATO ellen, mondta. Putyin továbbra is tesztelni fogja a nyugati világ vörös vonalait, és tovább fokozza a konfrontáció lehetőségét, fogalmazott Bruno Kahl. A német külügyi hírszerző szolgálat vezetője arról is beszélt, hogy Oroszország hibrid és rejtett formában is a korábban nem látott szinten visel majd háborút az ellenségeivel szemben. A Kreml célja a nyugati világ megosztása, hogy akadályozza Európa védekezési képességét, mondta Kahl a német parlamenti képviselőknek. A 112. különleges harcászati dandár parancsnoka pedig arról beszélt, hogy Oroszország szándékosan provokálja a NATO tagállamokat és figyeli azok reakcióit. Moszkva provokációival végez felderítést, és nem adja fel, hogy nyílt konfrontációba rántsa a szövetséget. Az ukrajnai háború átterjedhet Lengyelországra és a balti államokra is, ezért az európaiaknak nem szabad lazítaniuk, mondta Hennagyi Levitás, a csapásmérő drónok századparancsnoka. Itt ez mit vetít előre, amikor német titkosszolgálat kér egy ilyen jelentésre? Egyáltalán mire alapozzák ezt? Hogy tudják ezt bemérni, hogy összecsapásra készülhet Moszkva? A titkosszolgálatoknak van egy olyan feladatok, hogy dezinformációkat gyártanak. Erre külön csoportfőnökségeket hoznak létre, főosztályokat hoznak létre, és ezt terjesztik. Ez szerintem ebbe a kategóriába tartozik, mert hogyha megnézzük azt, hogy milyen képességekkel rendelkezik az Oroszországi Föderáció, akár létszám, akár fegyverzet, akár hadipari képességek tekintetében, akkor azt lehet megállapítani, hogy Oroszország azért nagyon vastagon elmarad mögötte. Na most rendben van, hogy fejlesztések vannak Oroszországban, de ne felejtsük el, hogy a jelenlegi háború azért hat Oroszországra, és nem képesek annyira fejleszteni haderőket, mint ahogy ezt meg kellene oldani abban az esetben, ha a NATO megtámadására készül. Soha nem mondta Putyin ezt egyébként, sőt, pontosan az ellentkezét mondja, úgyhogy én nem értem, hogy a németeknek miért kell, illetve értem azért, hogy arra ösztököljék a többi tagállamot, és lehet, hogy ez amerikai ötletből van, hogy tessék fegyverkezni, mert jönnek az oroszok, és meg fognak benneteket támadni. Na most, hát nyilvánvaló, hogy ezt valaki reálisan számba veszi, hogy milyen esélyei vannak Oroszországnak, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, stb. Elfoglalására, meg Nagy-Britanniát is értsük alatta, meg az északi országokat is, meg a kibővített NATO-t, meg az új stratégiát, ami a NATO-ban van, akkor azért nem nagy esélye van Oroszországnak. Tehát ilyenkor ennek van egy olyan szerepe is, hogy ösztökéljék az országot, hogy tessék többet fizetni a hadseregeknek. Nem lehet, hogy a német titkosszolgálat arra is alapozhatott, ami egy tény, hogy egy katonai szövetség jöhet létre Moszkva és Észak-Korea között, és az erről szóló törvényjavaslatot Putyin már be is nyújtotta az orosz parlament alsóházának, és ez egy olyan partnerséget jelentene Fennyan és Moszkva között, hogyha az egyik felet megtámadják, akkor a másiknak kötelessége a segítségére sietni. Hát ez mindenféleképpen olyan együttműködés, ami fenyegetheti a NATO-t. Hát szerintem ez már inkább egy tényszerűség, mint jöhet létre, mert nagyjából Észak-Korea elkötelezte magát. Oroszország, mint és Oroszország is, viszont
Sőt, elég sok hír jelent meg már arról, egyébként részben, nyílt részben közösségi média hálózatokon, hogy már haltak meg észak-koreai katonák Ukrajna területén. Tehát, hogy magyarul volt erre precedens. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés azonban itt is az erő. Tehát, hogy ez a koreai háború óta nem titok, hogy az akkori Szovjetunió és Észak-Korea, mint a kommunista blokk tagjai valójában együttműködnek, elég komolyan együttműködnek. Ez a jó viszony megmaradt, most meg is erősödött, de hát azért a létszám adatokat, az ipari kapacitást, az ipari potenciált, a valós katonai potenciált, azt érdemes figyelembe venni ennek a potenciális veszélyhelyzetnek a mérlegelésekről, és Észak-Korea egész egyszerűen nem akkora, hogy ez olyan jelentős pluszt adjon egy orosz haderőhöz. Ez az egyik érdekesség. A másik, azt azért ne felejtsük el, hogy az orosz titkos, bocsánat, a német titkos szolgálatoknál van egy nagyon furcsa játék, ugyanis azért részben, vagy egészben elég sok tekintetben pártpolitikai jellegű irányítás zajlik ott is, különböző titkos szolgálati szervek fölött. És annyit azért, legalábbis bocsánat, a kis ördög bujkál bennem, azért megjegyeznék, hogy azért az előző időszakban is voltak olyan jellegű titkosszolgálati kiszivárogtatások, amelyek az akkori kormánypártnak az érdekében álltak. Most viszont valószínűleg más a helyzet, szerintem ez a fegyveripari lobby lesz. Nem kizárt, hogy a német fegyveripari lobby egész egyszerűen elégedetlen azzal, hogy Scholz kancellár azt a bizonyos 100 milliárd eurós összeget, amit a német újrafelfegyverkezésre szánt, azt úgy tűnik, hogy nem szánja elég jól, vagy nem fizetnek ki eléggé, vagy nem fejlődik eléggé, ugyanis számtalan hír megjelent arról, hogy a német hadsereg annak ellenére, hogy elég jelentős összeget szántak a fejlesztésére, nem fejlődik. Tehát én érzek ebben egy olyan háttérérdeket, amely valahol egy fegyveripari lobby háttérérdek. Teljes mértékben egyezzétek azzal, amit Tamás mond, és én úgy gondolom, hogy ennek realitása nincs. Tehát, hogy egy Észak-Koreát összehasonlítani egy NATO-orosz együttműködéssel, vagy éppen szembenállással, ez dőreség szerintem. Észak-Korea nagyon messze van még attól, hogy olyan szinten legyen, komoly hadműveleteket tudjon folytatni. Hát ott van Kína, aki bármikor vissza tudja fogni az Észak-Korea vezetést, és hát nem szabad elfelejteni, hogy a Dél-Koreában is vannak 28 ezer amerikai katonák, tehát létszám, fegyverzet, térségben lévő amerikai erők, tehát itt azért Észak-Korea nagyon ugrándozni nem tud. Kurszk óta az a kérdés, hogy vajon Ukrajna mennyire készül arra, hogy áthelyezze a hadműveleteket Oroszország területére. Ukrajna katonai műveleteket kíván végrehajtani az Orosz Föderáció mélyebb területein. Ezt Volodymyr Zelenszkij tanácsadója nyilatkozta a Die Welt című német lapnak. Mihail Podolyák arról beszélt az interjúban, hogy nem érti a nyugat pesszimizmusát Ukrajna katonai helyzetével kapcsolatban. Zelenszkij elnök legfőbb tanácsadója jó esélyeket lát arra, hogy Putyint valódi tárgyalásokra kényszerítsék. Podolyák kijelentette, hogy Kijevnek nagy hatótávolságú nyugati rakétákra van szüksége ahhoz, hogy orosz területen csapjon le. Szerinte az ukrán fegyveres erők teljes körű offenzívát indíthatnak Oroszország mélyén. A NATO országoktól érkező nagy hatótávolságú fegyverek birtokában az ukrán fegyveres erők teljes körű offenzívát indíthatnak Oroszország mélyére, Szaratov, Oriol, Leningrad és Moszkva területére, mondta. Podolyák azt is hozzátette, hogy Volodymyr Zelenszkij győzelmi terve magában foglalja az Orosz Föderáció katonai eszközökkel történő békére kényszerítését. Mit szólnak ehhez az urak, hogy Zelenszkijék most nem kevesebbet állítanak, mint hogy a nyugat pesszimista velük kapcsolatban, pedig ők már tudják, hogy mi a győzelmi terv, hogy lehet térdre kényszeríteni Oroszországot, azaz Oroszország mélységében, mélységi területeken kell őket hát térdre kényszeríteni. Mondani fogok, azt mindenkitől elnézést kérek, de a második világháborúban is hallottunk a Wunderwaffe-ről, meg azokról a bizonyos eszközökkel, amelyekkel a német birodalom majd megnyeri a háborút. Na most én úgy érzem, hogy azért Podolyaknak eléggé, szóval, hogy érdemes lenne ránézni a térképre, hogy milyen távolságban van mondjuk az a bizonyos jelen pillanatban a Szentvétervárat nevet viselő Leningrád, vagy Szaratov, Orjol, stb. Moszkva Ukrajnától, és hogy milyen jellegű csapásokat akar ő mérni, hát szóval én azt érzem ebben az egész
nyilván ez egy felhívás keringőre, nem? Hogy adjatok még több fegyvert, és mi megoldjuk ezt. Abszolút először a történetet, ennek komolyabb realitását nem látom. Most az előbb összehasonlítottuk a NATO, illetve Oroszországnak az erőviszonyét nagyjából, és levontuk azt a következtetést, amit az előbb mondtunk. Ugyanezt meg lehet tenni mondjuk Ukrajna és Oroszország között. Tehát itt Ukrajna legyőzze Oroszországot saját eszközökkel, mélységi támadásokat felejtsük el. Hát tényleg, úgy, hogy Tamás mondta, rá kell nézni a térképre, és van még ott egy olyan kelet-oroszországi város, Vladivostok, ami azért elég messze van. Nagyon nehéz ezeket a városokat elfoglalni, nem beszélve arról, hogy ez se képesség nincs, se nyugati szándék nincs. Nyugatnak sem áll szándékában az, hogy Oroszországot megtámadja, és Oroszországot elfoglalja. Tehát ez egy blödség az egész. Itt megállapodásokat lehet kötni, feltételezésem szerint, ha létrejön valamilyen megállapodás Oroszország és Ukrajna között, akkor abban benne lesznek azok az elgondolások, amelyek szélesebb körben is értelmezhetők, de ezt nem oly módon kell megoldani, ahogy mostanában Zelenszkij szokta mondani, adjatok fegyvert, és mi megnyerjük a háborút Oroszország ellen. Nem így működik. Ezt a háborút nem megnyerni kell, hanem valami olyan megállapodást kell kötni, ami a további háborúk kirobbanását megakadályozza. Nem lehet, hogy azért dobták be most Zelenszkijék, mert ők is érzékelik annak a hangulatnak a megváltozását, hogy manapság egyre több nyugati ország úgy van vele, hogy hát nem szeretnénk mégsem annyira támogatni Ukrajnát, és mondok egy konkrétumot, 50 milliárd dolláros hitelről volt szó a G7 országok által, hogy ezt nyújtanák Ukrajnának, de úgy tűnik, hogy nincs politikai akarat erre a nyugaton, hogy ezt oda is adják ezt a pénzt. Hát most ugye a kérdés az alapvetően onnan indul el, hogy a németeknek mennyi pénze van, és a németeknek most éppen nem nő a gazdaságuk, és már fogadott el egyébként a német kormány, legalábbis ebben a nagyon furcsa koalíciós, fraktualizált, elképesztő ilyen mindenféle nagyon furcsa a politikai játszmák között zajlódó döntéshozatali mechanizmusán keresztül is egy olyan döntést fogadták, hogy csökkenteni fogják Ukrajnának a támogatását. Tehát ez az egész folyamat, ez valahol a németek irányába menne el, hogy hát de kérem akkor virítani a, hát bocsánat, nagyon csúnya szót fogok mondani, a német márkát, mert hogy ugye most nincs német márka, hanem euró van. De a lényegi elem ebben a tekintetben az, hogy az Európai Unióban azok a pénzügyi források, amik egyébként ennek a háborúnak a lefolytatására elégségesek lennének, kezdenek nagyjából elfogyni, vagy belső gazdasági erősítésre, vagy más saját haderőfejlesztésére kellene, hogy fordítódjanak, és ezt persze érzékeli az ukrán fél, hogy ezek a támogatások nem érkeznek olyan nagy jó indulattal és hatalmas nagy elánnal, mint érkeztek korábban. De emellett pedig az is egy érdekes tény, hogy azért ezek az ukrán nyilatkozatok is nagyjából a csúnya angol szóval triggerelésére irányulnak szintén a német kormánynak. Hát, hogy ennek milyen eredménye lesz, azt egyébként attól tartok, hogy a választásokon fogják eldönteni a német választók. Most ezzel kapcsolatban, hogy a nyugat akarja-e vagy sem folytatni ezt a háborút, megjelent egy érdekes cikk a Washington Postban tegnap, az a cím, hogy készen áll-e Amerika feladni az ukrajnai háborút, és ebben arról írnak, hogy a jelenlegi helyzetben éppen az USA-nak érné meg lezárni ezt a háborút egy ideiglenes békével, és azt írják, hogy a kérdés csak az, hogy Putyin beleegyezik-e egy olyan béke megállapodásba, amelyben Ukrajna nem lesz teljesen semleges? Hát tulajdonképpen az mindenkinek jó lenne létrejönni egy béke megállapodás. Ez nem csak az amerikaiaknak, mert nekik is körülbelül úgy hiányzik ez az egész, mint üveges tútnak hanyattes és jó magyar kifejezéssel élve. Én úgy gondolom, hogy itt ebbe csak a két nagynak kellene valahogy megegyezni, és hogyha ők megállapodnának, az nyilván momentán nem aktuális, mert momentán ugye egy választási kampány van.
de most már ennek lassan vége, mindjárt itt vagyunk a november 5-én, és akkor körülbelül sejteni fogjuk, hogy nem biztos, hogy lesz elnök, de sejteni fogjuk, hogy kikapott több szavazatot, akár 20 darabban is. Egyelőre még ez nagyon nagy kérdés, de ez határozza meg, és erre várnak most a világban, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ki nyeri a választást, és akarnak-e valamit. Ugyanakkor én mindig azt szoktam mondani, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is érdeke marad Oroszországi Föderáció, illetve Kínának a meggyengítése. Aztán különben meg még benne van az a félelem, hogy mi van, ha a kettő kooperál, tehát nekünk mindenképpen ebbe az irányba kell haladni. Most ennek most már azt tudjuk mondani, hogy egy második frontja ez az egész orosz-ukrán háború, de hát azért lehet érezni a nyugati országokon is, hogy már szívesen választanának valami más módszert, és hát látszik, hogy most ez a németországi találkozó is különböző okokra hivatkozva, tehát az amerikai árvíz miatt ugye Biden nem tudott elmenni Németország, de nem jött létre, és egyre nem is tudjuk, hogy ez mikor jön. Tehát látszik ebből is, hogy halasztani, várjunk egy kicsit, és hát nem menjünk nagyon messzire, oroszoknak is ez a céljuk, ők is szeretnék látni. Nem vagyok abban biztos, hogy az oroszok minden áron azt mondanák, hogy ők háborút akarják folytatni, mert nekik is rossz. Tehát itt valamilyen megállapodásnak kéne születni, szerintem január 20-ig ez nem lesz. Vajon mi lehet a megfejtése annak, hogy miközben Ukrajna fegyverekért könyörög a nyugathoz, hogy adjatok nekünk még több nagy hatótávolságú rakétát, aközben kijön egy hír, a Le Monde című francia lap ír arról, hogy Kijev a Maliban harcoló kormányellenes tuaregeknek szállít drónokat, hogy ők az orosz Wagner harcosok ellen sikerrel felvegyék a harcot. Most akkor ez hogyan van? Hát a helyzet a következő, azért ezek $2000 drónok, tehát nagyjából ezek a harci drónok, ezek a jelen pillanatban harci, vagy fegyverpiacon ezek a nagyon olcsó, vagy extrém olcsó eszközök közé tartoznak. De Ukrajna épp az államcsőd állapotában van, tehát belefér hát, drónokat? Ebbe tehát ennyi igen. Tehát, hogy ez nem olyan összeg, ami olyan mértékben megbillentené az ukrán költségvetést. De ez nem visszás politikai szempontból? Egyébként. Nem biztos, hogy ezt Ukrajna fizeti ezt a pénzt. Egyrészt nem biztos, hogy Ukrajna... nagy fogadást nem kötnék. Igen. Tehát ők erre kaptak megbízást, kapnak igen. hozzá pénzt, csapjátok meg az oroszokat, nehogy itt véletlenül az legyen, hogy Oroszország továbbra is terjeszkedik ezen a területen, mondjuk egészen konkrétan az afrikai kontinensen. De akkor az orosz-ukrán háború megjelenik Afrikában? Igen. Persze. Nem megjelenik. Már megjelent. Tehát ez már a múlt, legfeljebb különböző megnyilvánulását látjuk, és itt ugye tapasztalható az, hogy a franciákat kiszorították, nyilván ennek is megvannak az okai, elsősorban történelmiek, de Oroszország most már ugye nem Wagner csoport, hanem Afrika Korpsnak, tehát Afrika hadtestnek nevezik, ami nem hadtest persze, de ez a neve, megjelent ott, küldjük oda az ukránokat, hát meg tudják őket egy kicsit piszkálni, és esetleg mi is tudunk még amerikai oldalról vizsgálva a kérdést, pozíciókat szerezni ezen a területen szemben az oroszokkal. Tehát én azt mondom, hogy ennek egy tükörképe, ami most jelenleg Afrikában történik. Most azt halljuk a hírekben, és ez is ténykérdés, hogy Ukrajnában elképesztő mozgósítás zajlik, az éttermekből rángatják ki az embereket, és viszik el őket a frontra, ezen közben Afrikába küldenek ukránokat, miközben az orosz frontra szeretnék vinni őket. Most ezzel, hogy amit itt az előbb hallottunk, ezzel akartam folytatni, hogy hát azért az ukrán, hogy is mondjam, csak ukrán pénzügyi források, azok valójában nem ukrán pénzügyi források, az ukrán költségvetés nem ukrán forrásokból származó költségvetés, annak a forrásait jelen pillanatban a különböző eddig felsorolt államok biztosítják. Na most igen, csak az nem világos, hogyha a frontra nem tudnak elég katonát ukránt vinni, akkor hogy viszik őket? De tudnak, mert, hogy is mondjam, csak a Van az a pénz című helyzetről kellene itt értekezni, hogy a különböző államok érdekeiben áll, akik ugye finanszírozó államok Ukrajna tekintetében, akkor az a pár száz ember már bele fog férni, mert van az a pénz az ukrán költségvetés számára, hogy egyébként a nem létező források helyett amúgy se tehetik meg, hogy bármilyen ellentmondás legyen ezeknek a nyugati államoknak. Ha ez érdekében áll valamely nagyhatalomnak, jelesül például az Amerikai Egyesült Államoknak, akkor tudnak nélkülözni pár száz katonát.
Meg nem feltétlen kell ezeknek ukrán katonának, csak így úgy mellesleg megjegyzem. Most rövid szünet következik, majd azzal folytatjuk, hogy a NATO-n belül a kollektív biztonság kérdése egyesek szerint a kollektív felelőtlenség kérdésévé alakult át, áll a szövetség egyik jelentésében, és hogy mi következik ebből, azt mutatjuk a szünet után. Folytatódik a Láncreakció adása Kis Benedek Józseffel és Csizmadia Tamással. A NATO-n belül a kollektív biztonság kérdése a kollektív felelőtlenség kérdésévé alakult át, ezt írják a szövetség egyik jelentésében, és hogy mi is következik ebből, azt most mutatjuk. A NATO-nak jelentősen meg kell erősítenie védelmi képességeit, másfélszeresére emelni a NATO erőket és megháromszorozni a földi légvédelmi képességeket, 82-ről 131-re növelve a harcoló dandárok számát, és 24-ről 38-ra bővítve a hadtestek és hadosztályok számát. Vázolta fel az új tervet a Szövetség Egyesített Erők Főparancsnoksága. A Defense Express beszámolója szerint ezeket az ambiciózus bővítési követelményeket a NATO Európai Szövetséges Főparancsnoka Christopher Cavoli tábornok és a NATO átalakítási parancsnokságának vezetője által aláírt dokumentumokból derítették ki, amelyet a Die Welt című német lap szerzett meg. A jelentés kiemeli a feladat monumentális méreteit, hangsúlyozva, hogy a NATO-n belül a kollektív biztonság kérdése a kollektív felelőtlenség kérdésévé alakult át. A katonai erők több mint másfélszeresére való növelésének szükségessége jól mutatja a biztonsági helyzet súlyosságát, írja a Defense Express. Úgy értelmezhető ez tehát, hogy az volna a kollektív felelőtlenség a NATO-n belül, hogyha ezt a plusz 245 ezer katonát nem adják hozzá a mostani számhoz? Tehát ennyivel kellene bővíteni, hogy ne legyenek felelőtlenek, azaz biztonságban legyen a NATO? Igen, egyértelmű, és erre megszületett a politikai döntés a NATO tavalyi vilniusi csúcstalálkozóján, és az idén pedig a washingtoni csúcstalálkozóján ezt megerősítették. Ezt a katonai szervezetek most gyakorlatilag a végrehajtás állapotában próbálják realizálni, és hát azt is nyílt titok, illetve többször elmondták, hogy a keleti szárnyat kell megerősíteni, és nem Portugáliába kell növelni az erők létszámát, hanem Németországban, Lengyelországba, és gyakorlatilag a Baltikumtól egészen Törökországig, minél közelebb Oroszországhoz, aminek nyilvánvaló reakciót vált ki Oroszországba. És lehet látni azt, hogy az orosz reakcióra is válasz ez. Mert a létszámot, a haditechnikai eszközöket illetően ezen a kelet-európai területen nem volt annyi, amit megkövetel az a helyzet, ami jelenleg kialakult. Most ehhez próbálnak alkalmazkodni, és erre készültek tervek, folyamatos a megvalósítás, és hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a körülbelül másfélszeres létszámot kellene ezen a területen létrehozni. Látjuk azt, hogy dandárokat áttelepítettek az Egyesült Államokból. Megvalósul az, hogy hogyan történik az erők utánpótlása Egyesült Államokból rotációs alapon, illetve kik azok, akik állandóan itt tartózkodnak. És hát nyilvánvaló, hogy ez minden haderőnemet érint. Ezeket gyakorlatokon próbálják modellezni, és hát látjuk, hogy például ebben az évben is számos gyakorlatra került sor a szövetség keleti szárnyán. Csak hogy kedves nézőknek érzékeltessük, ez a plusz 245 ezer katona, ez 49 dandár felállítását jelenti, ahol minden egyes dandár 5000 katonából állna. Ez egy nagyon jelentős bővítés lenne. Hát ugye érdemes egy kis hátteret megvilágítani, végig gondolni alapvetően. Ugye miért a Die Weltben jelenik meg? Miért a Die Welt szerzi meg ezeket az információkat? És itt is egyébként már az előzőeket érdemes figyelembe venni. Tehát az alapprobléma, hogyha egy kicsit le akarjuk hántani ezt a nagyon nagy hagymáról, a nagyon szélső dolgokat, amit úgy hívnak, hogy NATO, akkor nagyjából azt kell, hogy mondjuk, hogy van egy őrületesen nagy, jól felfegyverzett, jól felszerelt amerikai haderő, és vannak a többiek, amelyek hát így úgy természetesen bizonyos országokhoz képest még így is igen jelentős ütőerőt képviselnek, de bizony az amerikai mellett eltörpülnek. Az, hogy felelőtlenség,
ez a szó, hogyha így ebben a kontextusban értelmezzük, és hogy pont a Die Weltben jelenik meg, az már bocsánat, de szintén a német kormány felé intézett NATO üzenet, akár még mondhatjuk azt is, hogy amerikai üzenet, mert hát ugye a német hadsereg úgy nagyjából egy ilyen 62-65 ezres létszámban rendelkezik, ami hát azért lássuk be egymás között, még abban a kontextusban is igen kicsi, amit az ukrán háború első szakaszában vettünk, amikor ugye az orosz haderő 245-250 ezer fővel vonult be Ukrajnának a különböző területeinek. NATO most négy további német hadsereg méretű katonával bővített. Hát, nagyjából igen, ez ezt jelentené, de hát ugye kik felé irányul itt a legfontosabb kérdés, kik a legerőteljesebb gazdasága Európának? Hát ez Németország. Ugye Franciaország szintén fejlesztette a haderejét, de ott is elég komoly lemaradások vannak azért, de hát akik itt ebben a tekintetben igazán, már bocsánat, a disznófülekkel rendelkeznek a NATO szempontjából, azok a németek ebből a szempontból, egész egyszerűen a német hadsereg, a Bundeswehr olyan állapotban van, amely jelen pillanatban a NATO-n beli valós komoly kihívásokkal szemben igazándiból nem tud megfelelni. És hogy mennyire jelentett ez fenyegetést Oroszország számára, hogy a számok szintjén nézzük, hogy hány harcjárműre van szükség ebben az esetben, hogy 245 ezer katonát felszereljenek, 1200 harckocsira, 2700 gyalogsági harcjárműre, 3000 páncírozott személyszállító járműre, és 900 nagy kaliberű tüzérségi rendszerre lenne szükség. Hát ezt úgy állapítják meg, hogy megnézik, hogy a másik oldalon Oroszországi Föderáció esetében mennyi van jelenleg, mennyi ebből a hadrafokatomra háború miatt az elég sok megsemmisült, milyen a gyártási kapacitása az adott országnak, és abból számolják ki, hogy mi most ehhez képest hol tartunk, és mire van szükségünk. És hát nyilvánvaló, hogyha ezt kiszámolták, akkor kijönnek olyan számadatok, amiket meg kell valósítani. Németországnál rá kell nézni a térképre, meg kell nézni Németország szomszédait, és lehet értelmezni azt, hogy miért nem fordítottak ők erre akkora nagy gondot, még az egész ukrán-orosz háború elkezdődött előtt. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy például Lengyelországban most már gyakorlatilag a hadsereg majdnem nagyobb és erősebb, mint a németországi hadsereg, mint a Bundeswehr. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ők viszont nem feltétlenül Amerikából nem csak onnan kapják a haditechnikai eszközt, hanem rendkívül fejlett, modern eszközöket szereztek be Dél-Koreából. És ez azt jelenti, hogy most már a lengyel hadseregben a GDP-nek gyakorlatilag majdnem a 4%-át fordítják a hadsereg fejlesztésre, tehát ők jobban haladnak előre, mint a Németországi Szövetségi Köztársaság. Nyilván a föld az helyzetből adódik. De milyen pénzből tudja magát a NATO így pluszban felfegyverezni, amikor szinte az összes erőforrást odaadták, meg odaadják Ukrajnának, hogy ők fegyverkezzenek? Hát ez a mit, mikor, milyen fegyvereket adtak oda? Tehát ugye, amikor megjelennek a hírek arról például, hogy a Leopard 2A4-es harckocsikat adtak át Ukrajnának, na most ez 1980-as technika. Amikor arról beszél mondjuk a NATO, hogy F-16-osokat adnak át az úgymond ukrán félnek, azok az F-16-osok 50 éves technikát képviselnek. Jó, persze mindig folyamatosan modernizálja, ezt ugye ebben most nem nincs értelme belemenni, ez egy több napos beszélgetés tárgya. De a lényeg az, hogy azok a fegyveres, meg technikai eszközök, amelyeket átadtak Ukrajnának, a leges legmodernebbek, most tényleg a harckocsira gondolok, mert egyébként ezerféle más is van, például a Patriot teljesen up-to-date, de mondjuk harckocsiban a Leopard 2A6-os jutott el oda, a 2A6-os harckocsi az egész egyszerűen nem a legmodernebb, mert most az A7 plusz a legmodernebb. És ugyanez van a légierőnél is. Tessék megnézni, szlovákok átadták a MiG-29-eseket, és most kapnak újakat. És folytatjuk fegyverekkel. Nagyszabású NATO hadgyakorlat kezdődött Európában, nyilván nem függetlenül a háborútól. Hétfőn kezdődött a NATO nagyszabású taktikai nukleáris fegyvereinek éves hadgyakorlata Európában.
A Steadfast Noon néven ismert kéthetes gyakorlaton 13 ország több mint 60 repülőgépe, köztük F-35 A-vadászgépek és B-52-es bombázók, illetve 2000 ember vesz részt. A főbb manőverekre az Egyesült Királyság, az Északi-tenger, Belgium és Hollandia felett kerül sor. A gyakorlatot Belgium és Hollandia közösen rendezi, a Kleinebrüchel, illetve a Forkel légibázison. A repülési műveletek az Északi-tengerre és a környező országokra összpontosulnak, beleértve Dániát, Németországot és az Egyesült Királyságot is. A NATO szerint összesen 8 bázist érintenek. Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta, a gyakorlat nem tartalmazza a katonai fegyverek bevetését, azt szimulálják, hogy katonai repülőgépekkel hogyan szállítanak amerikai atombombákat Európa területére, írta az Ukrajinska Pravda. És nemrég a baltikumi nemzetek, NATO nemzetek arról is tárgyaltak, hogy hogyan lehetne csökkenteni az orosz befolyást a Baltikum térségében. Hát arra felé is történik most ez a... Ez nem véletlen van, tehát lehet látni, hogy a oroszok is mozgolódnak a Balti-tenger térségében, aztán még ez kapcsolódik az, hogy az északi sark környékén milyen egyéb problémák vannak, és milyen erőviszony eltolódások vannak kelet és nyugat között, de azért meg kell jegyezni, hogy ezt a Steadfast gyakorlatot ezt minden évben végrehajtják, ennek már 10 éve, és hát ez gyakorlatilag a képességeknek a felméréséről van szó, és hát 14 ország vesz az idén benne részt, ami azt jelenti, hogy a NATO országoknak a fele, és hát most nem az déli területről van szó, hanem az északi, tehát nyilván ezek az országok fölkészülnek arra, hogyha valami olyan provokáció történik, amire közösen kell reagálni, akkor legyenek megfelelő erők. Ebben benne vannak azok az eszközök is, amelyek atomfegyverek kategóriába tartoznak. Azt azért tudni kell, hogy itt nem éles atombombákat szállítanak, hanem fadugós feladatok vannak, tehát magyarul makettokkal játszanak nyilván, és nem éles fegyvereket alkalmaznak, még szállítási célra sem. Ugyanakkor lehet látni azt, hogy itt gyakorolják azt is, hogy az egyes államokból hogyan lehet erőket áttelepíteni. Itt vannak a B-52-esek, akik részt vettek ebbe a gyakorlatba. Az F-35-ös, mint a legújabb légierőnél alkalmazott eszköz is bevetésre került. Tehát tulajdonképpen az új dolgokat próbálják egy-két olyan közös gyakorlat keretében megoldani, vagy megvalósítani, amire az adott körülmények között jelenleg mondjuk az északi területen sor kerülhet. És azt is gyakorolják, és hát ezzel kezdtük a mai adást, hogy amerikai atombombákat hogyan lehet katonai repülőgépekkel szállítani ebben a térségben, a NATO keleti szárnyán. Hát most ugye a Honvédelmi Minisztérium elég egyértelmű közleményt adott ki, hogy erről nem volt szó, nincs szó, nem került döntésre. És hát ez még nem, tehát itt arról van szó, hogy ezek a Steadfast Noon hadgyakorlat keretében szállítanak amerikai, szimulálják, hogy amerikai atombombákat szállítanak Oroszország irányába. Hát ez egy szimulációs gyakorlat, ugye? Ami szimulációs gyakorlat, az azért teljesen különbözik attól, hogy valós eszközök kerüljenek bárhova. Ez az egyik érdekesség. A másik érdekesség ezen belül pedig ugye azért az, hogy kik mondják. Tehát ugye először is egy dolgot ne felejtsünk el. Tehát ugye kik hangsúlyozzák ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen ennek a hadműveletnek, hadgyakorlatnak, nagyon rosszul fogalmaztam, tehát hadgyakorlatnak, ez az Ukrajinskaja Pravda nevezetű újság, amely ukrán újság. Tehát, hogy ők azért kicsit lehetséges, hogy tupíroznak bizonyos dolgokon. Kis Benedek Józsefnek és Csizmadia Tamásnak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm Nádori Teodóra felelős szerkesztő nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. Tartsanak velünk holnap a viszontlátásra, viszonthallásra.